Köszöntök mindenkit, én Seres Bence vagyok a Vodafone Magyarországtól, és Márkus Csaba kollégámmal arról szeretnénk majd beszélni egy kicsit, hogy hogyan valósulhatnak meg olyan mértékű, léptékű privát hálózati projektek, mint a Fényeslétkei EaseWestGate intermodális terminálon létrehozott privát 5G-s mobilhálózat. Fogunk arról beszélni, hogy milyennek a projektnek a háttere, milyen technológiai fejlesztések valósultak meg, és hogy milyen kihívásokkal találkoztunk ennek a projektnek a kapcsán. Bevezetésként viszont annyit hadd mondjak el, hogy azt láttuk itt az elmúlt években, hogy az 5G-s privát hálózatok népszerűségének a megindulása és az érdeklődés megindulása az nagyjából egyszerre jelentkezett a Covid-járvánnyal és a gazdasági válságnak ezzel a begyűrűzésével, tehát hogy mind a szállítók, mind a szolgáltatók nagyon nehéz helyzetben voltak azzal, hogy ezt népszerűsítsék, ezt a úgymond terméket. És azt láttuk a különböző partnereinkkel folytatott konzultációs során, hogy ezeknek a cégeknek egyszerre kellett küzdeni a jelenlegi kihívásokkal, tehát hogy vírus van és válság, és egyszerre kell előre gondolkodni, tehát hogy innovatívak legyenek, és digitalizálják a gyártásukat, automatizálják a folyamataikat, és ez egy igen nehéz időszak volt. És azt láttuk a különböző konzultációk során, hogy nem csak az ilyen kivetített kutatásokból jön ki az, hogy a hatékonyság növelésben látják ezek a cégek a túlélési esélyeiket, hanem ténylegesen azokban a projektekben, amit sikerült végig megvalósítanunk, konkrétan mérhető az, hogy hogyan sikerült ezeknek a vállalatoknak a hatékonyság növelés által költséget spórolniuk, vagy a folyamataikkal javítaniuk olyan módon, hogy automatizáltabb lett úgymond a gyártásuk. A pár konkrét példát szeretnék hozni ezzel kapcsolatban. Szerencsésnek mondhatom magam, mert itt előző előadásokban már majdnem az összes olyan példa elhangzott, amit ki szerettem volna emelni. Tehát a egyik nagyon jó példa a Foxconni gyár, amit Komáromban, akikkel Komáromban csináltunk egy nagyon jó kis projektet. Ők viszonylag hamar felismerték, hogy a gyártásban ahhoz, hogy rugalmasan tudjanak reagálni a különböző változó igényekre, nagyon fontos az, hogy kábelmentessé tegyék a gyártást minél jobban. Ez, ahogy azt Takinak az előadásában is elhangzott, a kábel az elakad probléma, át kell kábelezni. Ha bármilyen egyik termékről átállunk a másikra a gyártásban, akkor gyorsan át kell rendezni a gyártósorokat, és ez több, adott esetben több 10 milliós költséget is jelent, akár havi szinten. És hogyha erről a return of investmentről beszélünk, akkor ez egy nagyon fontos előny, hogy így sikerült például Komáromban megvalósítani azt, hogy ezeknek a gyártott szervereknek a tesztelés az egy ilyen mobil vezeték nélküli tesztkocsi segítségével valósulhat meg, és ezzel ténylegesen nagyon gyorsan tudnak reagálni a piaci kihívásokra. Egy másik ilyen példa a BYD-nek a Pátyi összeszerelő és logisztikai csarnoka, ahol felismerték azt, hogy ha önvezető, vagy önvezető targoncákat 5G-n keresztül vezérlik, akkor azzal a targoncáknak a sebességét többszörösére lehet növelni. És hát mindannyian értjük, hogy ha a targoncák többszörös sebességgel mozognak, akkor többször annyi cuccot tudnak pakolni, hogy egyszerűen fogalmazzam. És akkor ilyen nyilvánvaló példa a mezőgazdaságban, amik elhangzottak, kihívások, és hogy hogyan lehet azokra hatékonyan válaszolni, és hatékonyan növelni, vagy hatékonyabbá tenni a mezőgazdaságban előjövő kihívásokat. Nagyon várjuk, úgy néz ki, hogy nagyon jó innovatív együttműködés van kilátásban a Széchenyi Egyetemmel, amit említettek a korábban is, amire Európai Uniós pályázatot sikerült nyernünk. És nagyon jó példa erre például az EaseWestGate projekt, amit az elején is mondtam, ahol több kihívással szembesültünk egyszerre, vagy az ügyfél több olyan problémával, vagy ilyen kihívással keresett meg minket, amiben tudnak nekik segíteni. Az egyik ilyen volt
Ugye ez egy olyan terminál, ahol konténereket pakolnak nagy darukkal, négy nagy darú pakolja ezeket a vasúti konténereket vasútról kamionra, kamionról vasútra, és ezek a daruk pedig szabadon mozognak, valamelyik kötött pályán, valamelyik pedig kötetlen pályán tud mozogni, és itt ugye hát nincs lehetőség arra, hogy bekábelezzük őket, és ezeket a darukat pedig távolról szeretnék irányítani. Erre egy nagyon jó példa, amiről majd fogunk beszélni kicsit részletesebben technológiai oldalról is. De itt például olyan nagyon egyszerű esetek is előjönnek, amire így laikusként az ember nem is gondol előre, hogyha a darun fönnül a kezelő és szünetet kell tartania valami miatt, akkor adott esetben az egy jó fél órás művelet, tehát hogy le kell jönni a darulról, le kell venni a hacukát, bemenni, kijönni, fölvenni, fölmenni. Mindez, hogyha egy távról egy teremből irányítjuk, akkor ez egy 5 perces művelettel szűkíthető, és azt a 25 percet pedig lehet ugyanúgy daruknak az üzemeltetésével tölteni. Mindegyik projektben azt láttuk, hogy ezt most elegánsan átugrom, mert szerintem többen beszéltek el 5G előnyeiről. Mindegyik projektben az látszódott, hogy az 5G, hiába már foglalkozunk vele évek óta, az 5G privát hálózatokkal, nem annyira dobozosítható termék. Tehát, hogy minden esetben egyszer a kábelmentesítése use case, egyszer a daru irányítása use case, a rátelepített use case-ek és alkalmazások az 5G-s privát hálózatnak a műszaki paramétereit, komponenseit is igen erősen befolyásolják. Ezért nagyon fontos az, hogy ezekben a projektekben megértsük azt, hogy mit szeretne a partnerünk. Tehát mi azt képviseljük, hogy a partnereink hozzák az iparági tudást, tehát ők hozzák azt a tudást, amiben a legjobbak, a logisztikában, gyártásban, stb. A gyógyszeriparban ilyen jellegű tudást azt ők tudják hozni, mi meg tudjuk hozni a több tíz éves technológiai telekommunikációs tudást, és ennek a kettőnek az egyvelege az, amivel sikerre tudjuk vinni ezeket a projekteket. És erre például, erre az együtt gondolkodás arra, hogy elkezdjünk beszélgetni a partnerekkel, és együtt találjuk ki a use case-eket, arra nagyon jó példa ez az East-West Gate, aminek a felvezetéséhez egy videót szeretnék én is levetíteni. Két évvel ezelőtt volt egy vízióm, hogy Európa legmodernebb, technikailag legfejlettebb terminálját létrehozzuk. Ehhez találtuk meg partnerként az 5G technológia egyik vezető vállalatát, a Vodafone. A Vodafone Business és az East-West-nek a víziója ott találkozott Magyarországon, hogy a Vodafone először épített ki 5G magánhálózatot, az East-West pedig egy nagyszabású kelet-magyarországi logisztikai projektet telepített, amiben az 5G magánhálózat segít az operáció automatizálásában. Az East-West projekt egy nagyjából Margit-sziget méretű logisztikai központ, ahol vonat konténereket rakodnak át darukkal. És a daruk azok folyamatosan mozognak ezen a nagy méretű pályán, ahol lényegében kamerákkal irányítják őket. A kamerának a vezérlői azok egy központban ülnek, és onnan nézik azt, hogy honnan, hova kell átrakodni. Egy zöld terminál koncepciót hoztunk létre a fenntarthatóság érdekében. Ezt erősítették azok az alkalmazott technológiák, amely lehetővé tették azt, hogy a terminál már az indulásának a pillanatában 90%-os karbonsemleges energiát használjon fel. A környékbeli települések távközlési szolgáltatásának minősége jelentősen javult, munkahelyeket teremtettünk, és egy olyan magas színvonalú technológia jelent meg a térségben, ami erős húzóerőt jelent. Az 5G hatása a logisztikára jelen pillanatban felmérhetetlen. Olyan mértékű potenciális fejlesztési lehetőség van a hatékonyság növelésében, a költségcsökkentésben, aminek beláthatatlanak a perspektívái. Az 5G privát hálózat megvalósulása nélkül lelassult volna a terminál belső kommunikációja, az ügyfél elérhetőség, nem tudnánk kontrollálni az összes terminálon működő eszközünket, és a biztonság szintje is jelentősen visszaesne. Egy ilyen nagy területű létesítménynél, mint ez a terminál, ami 85 hektár területen fekszik, a kommunikáció gyorsasága
az meghatározó a költségeknél. A terminál szállító eszközei közötti kommunikációt olyan szinten felgyorsítja, ami hatékonyságot nagyon számottevően 20-30%-a képes növelni. Az East West projektben a legnagyobb kihívás az az volt, hogy ilyen méretű 5G magánberuházást nem nagyon csináltak még ebben a régióban, de még mondhatom akkor Európában sem. Ezért a technológiai megoldások, a vendorokkal, a beszállítókkal való együttműködés, az ügyféllel, a projektnek a kitalálása, meg a kivitelezése, ez mind nagyon-nagyon sok olyan kérdést és buktatót hozott magával, amin át kellett mennünk és meg kellett oldanunk. A Vodafone számunkra is meglepő módon képes volt alkalmazkodni ahhoz a dinamizmushoz, vízióhoz, amit egy magántársaság elvárt tőle. Ennek a projektnek a jelentősége abban rejlik, hogy Magyarország keleti részén valósult meg, ami ugye egy felzárkóztatásra szoruló régió, és egy ilyen beruházás be tudja bizonyítani, hogy egy innovatív technológiai projekt hozzá tud járulni egy lemaradott régió felzárkóztatásához. Nagyjából a beszélgetéseink az East West Gate-tel vagy EVG-vel majdnem 2 évvel ezelőtt kezdődtek, amikor is megkeresett minket János, hogy lenne ez a projekt fényes titkén, ahol 4 darut szeretne távolról 5G segítségével vezérelni. És ugye ennek minden ilyen új projektnek azért az első lépése az egy tesztelés, mert ugye mi kiszámoljuk, hogy nagyjából mit kéne tudni egy rendszernek. Viszont erről egyrészt magunkat is meg kell győzni, hogy ez működik-e a valóságban, másrészt meg az ügyfeleket is érdemes megmutatni, vagy az ügyfeleknek érdemes megmutatni azt, hogy ez valójában is működik. Ezért tavaly nyáron összehoztunk egy teszthálózatot a Vodafone székházában, ahova elhívtuk egyrészt az EVG-nek a képviselőit, másrészt pedig az osztrák Darus cégnek a képviselőit is. Ők megjelentek egy kazalnyi kamerával, amivel gyakorlatilag modelleztük azt, hogy milyen lenne, hogyha az összes kamera működik, és milyen átviteli sebességet, illetve milyen késetetést tudunk ezekkel elérni a hálózatukon keresztül. Igazán ennek a tesztnek az eredménye egyrészt nekünk is jó volt, mert láttuk azt, hogy az, amit elméletben kiszámoltunk, az működik, illetve egy olyan bizalomnak a kezdete volt akár az EVG, akár a Darus cég részéről, ami a későbbiekben azért nagyon jól jött a projektben, mert tudták ők is azt, hogy ezt meg lehet csinálni. Azt is tudtuk, hogy ez nem lesz olyan egyszerű, mert azért itt vannak kihívások, akár a 4 darú, abból azért a 2 azért elég közel mozog egymáshoz, amit nem nagyon lehet szeparálni fizikailag. Tehát tudtuk, hogy van benne kihívás, de az is látszott, hogy azért ezt meg lehet csinálni. Igazániból a következő lépés az egy olyan cellatervnek az elkészítése ebben a projektben, ami egyrészt figyelembe veszi azt, hogy nekünk rádiósan mire van szükségünk, tehát tudjuk azt hozni, hogy, mert azt tudtuk a tesztek alapján, hogy 3 darú egy fizikai cellában nem lehet, mert akkor a sávszélesség igény az túllépi azt, amit a technológia uplinkben tud. Tehát nekünk egy olyan cellatervet kellett csinálni, ami 2-re limitálja az egy cellában levő daruknak a számát, illetve figyelembe kellett vennünk azokat a helyszíni adottságokat, ami magával a terminállal együtt jön, illetve a tulajdonosnak a speciális kéréseit is. Amikor ez a cellaterve elkészült, és azt gondoltuk, hogy ebben meg lehet csinálni, akkor jön a kivitelezési fázis. Ugye normális esetben ez úgy szokott kinézni, hogy először elkészül az épület vagy helyszín, ahol ma nekünk le kell telepíteni a mobil állomásainkat, és utána megcsináljuk a mi részünket viszonylag gyorsan, és utána az üzembe áll. De itt az volt a kérés, hogy párhuzamosan építsünk a terminállal együtt, hogy amikor elkészül a terminál, akkor már a daruk is tudjanak üzemelni, és hogy ne veszítsen emiatt a projekt időt. Ezért egy olyan idézőjelben agilis telepítéssel kellett szembenéznünk, ami azért rejtegetett kihívásokat, tehát volt, amikor reggel döntöttük el, hogy éppen mit fogunk csinálni, mert mihez férünk hozzá beton kötési ideje és hideg és jég és egyéb munkálatok miatt. Azt nem állítom, hogy ez egy egyszerű projekt volt, hogy a harmadik, hogy a lenti képen is lehet látni, néha voltak anomáliák, hogy a connection-t azt elveszted, a kapcsolatot azt elvesztettük a darukkal. Ugye azt tudni kell, és az a videóban elhangzott volna, hogyha lett volna hangja, hogy ez ilyen projektet, ilyen skálával még világon sehol nem csináltak. Tehát azt tudtuk, hogy ez egy olyan első projekt lesz, amit nekünk kell kitalálni, nincs egy kitaposott útvonal, vagy egy tankönyv, amit kinyitva tudunk követni, és megvannak mindenre a megoldások.
Tehát tudtuk azt, hogy a technika mit tud, tudtuk azt, hogy mihez lehet hozzányúlni, és igen, ebben ez egy ilyen próbálkozásos módszer volt, valamelyik bejött, és valamelyik kevésbé. Alapvetően két kihívás volt az optimalizálás során. Az egyik az, az hogy a kameraképeket kellett mobil hálózat állóvá tenni, mert ugye ezek normálisan optikán vannak bekötve, tehát magyarul teljesen mindegy, hogy milyen sávszélességben, milyen felbontásban, milyen frame arányjal és milyen beállításokkal üzemel, viszont mobil hálózatnál, ahol a sebesség az egy kulcs limitáció, főleg uplink irányban, mert ugye az 5G azért gyorsabb, lényegesen gyorsabb downlinkben, mint uplinkben, ezért a sebességet is, hogy mondjam, optimalizálni kellett annak érdekében, hogy az összes throughput az minél alacsonyabb legyen per daru. Illetve a másik az az, hogy ha esetleg valamiért kimarad egy-egy kép, akkor az minél kevesebb ideig akadályozza a munkát, tehát minél hamarabb visszaálljon a kép a normális kerékvágásba. Ehhez azért elég jelentősen bele kellett nyúlni a felbontásba és az egyéb beállításokba a kameraképeken. Illetve a másik kihívás az volt, hogy a mobilokból származó interferenciát azt csökkentsük. Ezekre voltak logikai, illetve fizikai megoldásaink is. Ugye ezt mondtam, hogy két darunál több nem lehet egyszer a lábban, különben nem tudjuk őket kiszolgálni. És elég sok idő elment azzal, hogy ezt a ideális beállítást megtaláljuk, és a projekt végén az gyakorlatilag az lett, hogy sikerült összehoznunk azt a beállítást, amivel a négy daru a teljes pályahosszon, független attól, hogy éppen hol vannak, mit csinálnak, és egymáshoz képest hova helyezkednek el, ez elvileg ez működik, tehát az ügyfél ezt a projektet ezt tőlünk átvette, és ha minden igaz, akkor most lelkesen pakolgatják a konténereket már most félestétként. Ami igazániból ugye az optimalizáció során azért az jelentős volt, hogy amit korábban is elhangzott, hogy nem kell ragaszkodnunk ahhoz a sémákhoz, amit egy publikus hálózatban használunk, hanem el tudunk rugaszkodni ezektől, és tudunk azzal kalkulálni, hogy kevés userünk van, tudjuk, hogy pontosan mit fognak csinálni, és annak megfelelően tudjuk beállítani akár a QoS paraméterezést, akár bármilyen egyéb rádiós vagy kórhálózati paraméterezést, amit nyilván egy publikus hálózatban nem tudnánk megcsinálni, mert ahány ügyfél annyi felhasználási szokással rendelkezik, de itt pontosan tudni lehet, hogy melyik eszköz mivel fog foglalkozni és mit fog csinálni. A másik, hogy ami volt még a Jánosnak kérése, hogy azért a hálózat lehetőséget adjon arra, hogyha ő később bővíteni akarja a daruknak a számát, vagy adott esetben egy más típusú 5G privát hálózatra alapuló szolgáltatást akar bevezetni, amit itt többször elhangzott a mai nap, a digitális IKR például egy ilyen, ő elég közel áll ahhoz, hogy ezt be is tudja vezetni a fényeslitként, tehát minden konténeren, minden emberen, minden eszközön vagy kocsin lenne egy nyomkövető, most magyarul tud rögtön valós időben tudja, hogy éppen melyik ember hova tartózkodik, melyik konténer éppen merre jár. Erre is igazániból egy jó lehetőséget ad majd ez a mobilhálózat. Van benne annyi rugalmasság, hogy tudunk akár bővülni is, illetve akár új szolgáltatásokat is tudjunk rajta bevezetni. Én nagyjából ennyit szerettem volna a fényeslitkéről, mint projektről elmondani.